Zsúfolásig megtelt a szekszárdi jégpálya korcsolyázni tanuló gyerekekkel. A Szekszárdi Jégmadarak Egyesület szervezésében már harmadik alkalommal vehetnek részt óvodás és kisiskolás korú gyerekek jégkorcsolya oktatásban. A jelenlegi oktatásra közel 60 gyerek jelentkezett, a kezdeményezés óta pedig majd 200 gyereket tanítottak meg korcsolyázni a szervezők. Kakas Krisztián, a Jégmadarak vezetőedzője elmondta, hogy amióta a pálya megépült, azóta nagy népszerűségnek örvend ez a téli sport, és ők igyekeznek minél több gyerekkel megismertetni és megszerettetni a korcsolyázást. Ez a 6 alkalmas tanfolyamok vannak, 1 óra hosszával. Igazából a gyerekeknek ez az 1 óra hossza, ez pont az az ideális, ami még tudnak koncentrálni a feladatokra. Először próbáljuk azért, hogy egyáltalán behozunk a jégre szőnyeget, hogy szokják egyáltalán a korcsolyának a vékony felületét, mert azért az teljesen más, mint hogy a cipőbe járkálnak ugye a szárazföldön. Utána, miután már stabilan állnak a korcsolyába, akkor vannak korcsolyázás segítő eszközeink a pingvinek. Őket nagyon szeretik, a gyerekek tologatják, és amikor már úgy látjuk, hogy egész ügyesek, akkor elengedik és magukon mennek. Ez a 6 alkalom ez arra elég, hogy igazából maguktól stabilan megállnak a jégen, és akkor az a tervünk, hogy akiket érdekel továbbra is a korcsolyázás, azok tudnak jönni jégkorongozni vagy műkorcsolyázni. Nem ritka az a gyerek, aki mindenféle előképzettség nélkül rámegy a jégre és tud korcsolyázni, mondta el Kakas Krisztián. Őket igyekeznek a későbbiekben elcsábítani a jéghoki vagy a műkorcsolya irányában. A jégkorcsolyának számos pozitív hatása is van a szervezetre. Igazából összetett sport, ugye meg kell tanulni korcsolyázni, szem-kéz-láb koordináció kiemelten fontos, az egyensúly érzéküket, amit nagyon fejleszt. Tényleg a mozgás kultúra az, ami a legjobban fejlődik itt nálunk a korcsolyázás során. A szülők számára is öröm, hogy a gyerekeknek van alkalmuk elsajátítani ezt a téli sportot, hiszen manapság már ritkán adódik lehetőség, hogy a természetes vizek befagyott felületén lehessen hódolni a korizásnak. Rikkes Kata is elhozta a kislányát, Zoét a tanfolyamra, aki nagyon élvezi a jégen töltött időt. Mindig várja, hogy jöjjünk korcsolyázni. Ő mondjuk már az első alkalom, aki jelentett, ő már tud pingvin nélkül, de ez nem igaz. Úgyhogy nagyon-nagyon szeret jönni, sok csoporttársával együtt járnak, úgyhogy így megvan egy ilyen baráti társaság, ugye nagyon élvezi az összes csajszi ezt az 1 órát, amit itt töltenek a jégen. És hát egyébként látványos a fejlődés, tehát hogy azt látom, nagyon ügyesek az oktatók is, mert tényleg az van, hogy alkalomról alkalomra látványosan fejlődnek a gyerekek. Egyelőre a gyerekek számára tartanak oktatást, de a későbbiekben az Egyesület tervezi, hogy a felnőttek részére is szervez majd korcsolyatanfolyamot.